Sikeresen pályázott a nyíregyházi Bem József általános iskola a Tempusz közalapítvány Erasmus Plus köznevelési programjában, két mobilitási lehetőséget is elnyert a nyíregyházi oktatási intézmény. A 71 éves nyíregyházi Bem József általános iskola 56 éve vette fel Bem tábornok nevét. 41 éve indult az angol, 31 éve pedig a testnevelés tagozat. 3 évtizede költözött az iskola az Epreskert utcára, és több éve a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt bázis iskolája is. Az országban a Bem a 161., a megyében a 11. és a megyeszékhelyen az első bázis iskola lett. A területi és megyei elsősegélynyújtó versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el az intézmény tanulói. A bázisiskola program pedig lehetőséget teremt arra, hogy a diákok, a dolgozók és a szülők a Magyar Vörös Kereszt tagjaivá váljanak. Az intézmény kiemelkedő eredményeket ér el a sportban is. A Bemben már 30 éve működik a testnevelés tagozat, így a gyerekeket az egészséges életmódra is próbálják nevelni már első osztályos kortól. A nyíregyházi intézmény a Boldog Iskola címet is megkapta. Boldogságórát tartanak, és a diákok érzelmi intelligenciáját is fejlesztik. A Bem most újabb sikeres pályázatokat tudhat maga mögött. Ezekkel a diákok idegen nyelvtudását fejleszthetik a jövőben. Két vendéget is köszönthetek a stúdióban. Dr. Balogné Mesterével, Bem József általános iskola intézményvezetője, és Szabóné Mátyás Mónika pedagógus. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Elég szépen felvázolta itt a bevezető anyag az iskolának a múltját és az eddigi fejlődését. Hogyan illeszkedik ez a két nyertes pályázat, nyertes program az eddigi fejlődési vonalba? Először is köszönjük a lehetőséget, hogy itt elmondhatjuk, hogy milyen új projektbe kezdett bele az iskolánk. Amint hallottuk is a kis bevezetésben, hogy 41 éve angol nyelvoktatás folyik intézményünkben. Nagyon fontosnak tartjuk azt, különösen most, hogy a gyerekeink az idegen nyelv területén otthon legyenek. És azt hiszem, hogy ez a program, a két nyertes pályázatunk ebben nagyon-nagyon sokat fog segíteni. De azt is el kell, hogy mondjam, ahhoz, hogy ezt a pályázatot mi egyáltalán elinduljunk ebbe az irányba, olyan lelkes angol szakos kollégáim kellettek, mint akik közül az egyik itt is ül velünk. Nagyon jó kis csapat az angol nyelvtanárok csapata nálunk, és nagyon-nagyon komolyan vesszük azt, hogy a gyerekeink igenis készségszinten tudják az angol nyelv kommunikációját fejleszteni magukban. És hát ezt mutatja is az eredményünk, hogy bizony nyelvvizsgát 7.-8. év végén közel 20 tanulónk tesz évről évre. Nyilván ez a gyerekek összetételétől függ, de nagyon sokan, és ez általában C-típusú nyelvvizsga. A pályázat elbírálásában latba esett az, hogy eddig milyen eredményeket ért el az iskola? Részben igen. Latba esett, meg nyilvánvalóan az, amit tervezünk, az mind azt fogja segíteni az elkövetkezendőkben, hiszen a programnak nagyon fontos eleme a kommunikáció fejlesztése. A kommunikáció fejlesztése mellett pedig a pedagógusoknak a módszertani kultúrájának a fejlesztése. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan összetett pályázat, ahol mind a tanulóink és mind a pedagógusaink nagyon-nagyon sokat tudnak fejlődni. Hiszen több országban, de majd erről a kolléganő talán bővebben beszél, több országban jutnak a gyerekek, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy teljesen ingyen, tehát a pályázat a kiutazás költségétől kezdve a napi költséget, az étkezés költségét finanszírozza, tehát ez a tanulóinknak teljesen ingyen van, és így tudjuk fejleszteni az angol nyelvtudásukat. Két programról van szó. Igen, két külön tudom. Pályázat. Beszéljünk külön-külön mind a kettőről, hogy melyik, miben jó, és mit fog tudni nyújtani. Jó. Igazából a két program egy kicsit hasonló, mert hogy mindkettő ugye általános iskoláskorú gyerekeket ölel fel. A kettő között az a különbség, hogy sikerült úgy pályáznunk, hogy a két programban, az egyikben 5, a másikban 6 partnerországban teljesen más Európai Uniós országokkal sikerült egy-egy csoportba kerülnünk. Az egyik programunk a Let's Play All Day nevet viseli. Ebben a programban koordinátor intézmény lettünk. Igazából ez azt jelenti, hogy nekünk kell összefogni majd a rajtunk kívüli másik 4 országnak a munkáját, a beszámolóit, nekünk kell őket beosztani, mikor ki mit csinál, mi a feladatuk, egy időrendet kialakítani. Ezek az országok rajtunk kívül Horvátország, Olaszország, Spanyolország és Törökország. Van egy másik pályázatunk, a Games, an Endless Story.
Ebben viszont már nem 5, hanem 6 partnerország van. Rajtunk kívül Portugália, Ciprus, Csehország, Görögország és Lengyelország szerepel. Ott egyébként a portugál partner a koordinátorország. A feladataink majdnem ugyanazok, mint az előző pályázatban, csak itt nem mi vagyunk azok, akik összefoglaljuk, összefogjuk és irányítjuk az egészet. Tulajdonképpen mit tartalmaznak ezek a programok? Nyilván csere látogatásokról is szó van, és ahogy említette az intézményvezető asszony, hogy a pedagógusok fejlesztése is szerepel ebben, hogyan? Ezek a programok 24 hónaposak. A 24 hónap alatt, ahány ország részt vesz a programban, annyi helyszínen lesz egy-egy hétnapos partner találkozó, ahová minden résztvevő intézményből, minden partner országból két-két pedagógus, illetve három vagy négy diák fog részt venni, és elutaznak. De nem úgy kell ezeket elképzelni, hogy elmennek és nyaralnak, és várost néznek, és úszodába járnak a gyerekek, ha van idő, akkor megpróbáljuk ezeket a programok utolsó napjára besűríteni. Ezeket a programokat komoly feladatok, komoly előkészületek előzik meg. Szinte minden egyes programnak feladata egy-egy csapatépítőjáték kialakítása, óravázlatok készítése, kérdőíveken a gyerekek véleményének felkérdezése, illetve nagyon fontos, hogy megpróbáljuk, és egyébként ezt az Európai Unió is kéri tőlünk, a legfontosabb feladata ezeknek a programoknak a jó gyakorlatok cseréje. Tehát nagyon szimplán van ez megfogalmazva, de amit az egyik ország tőlünk egy kicsit talán jobban sikerül, hogy meg a mindennapi életébe beépítse, azt mi megpróbáljuk tőlük átvenni, és illetve a mi jó gyakorlatunkat is, amit többiek átveszik tőlünk. Mi az, amiben mi vagyunk jók? Szerintem nagyon sok mindenben. A módszertanunk azért az elég jó, azt gondolom. Illetve még annyival, hogy egészítsem már itt a kolléganőt, hogy ami nagyon-nagyon jó, és azt gondolom rengeteg fejlődési lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy az ott folyó csoportmunkák, azok vegyes csoportokat alkotnak a különböző országok gyerekei. Tehát gyakorlatilag ott az angol nyelvi kommunikációnak nagyon nagy szerepe van. Tehát olyan gyerekeket tudunk elvinni magunkkal külföldre, akik bátrak, mernek beszélni, és erre próbáljuk ösztönözni a tanulóinkat, hogy a mindennapi élet során is használják bátran az angol nyelvet, hiszen itt rá lesznek szorulva, hiszen más nyelven nem tudnak. Ez benne van egyébként a magyar nyelvoktatási módszertanban, hogy szabad hibázni? Mert hogy évtizedeken keresztül nekem ez volt a legnagyobb bajom a nyelvoktatással, hogy meg sem mertek szólalni a gyerekek, mert ha rosszul mondtak, akkor... Hát erre próbálják szerintem a kolléganők ösztönözni őket, hogy merjenek beszélni, hiszen nekünk van egy másik testvériskolai kapcsolatunk is, a lengyel Zsesov városában egy iskolánkkal, és mi rendszeresen járunk hozzájuk, ők hozzánk, és ott is a kommunikáció nyelve az angol, tehát rá vannak kényszerülve a gyerekek, hiszen másképpen nem tudnak egymással beszélgetni. Úgyhogy próbáljuk erre ösztönözni a tanulóinkat, és nagyon jó kolléganőim vannak, akik erre nagyon komoly hangsúlyt fektetnek. Foglalkozik azzal a pályázat, vagy ez majd egy következő utóélet lesz a pályázatot követően, hogy ezeket a jó gyakorlatokat és a pályázatnak a tapasztalatait beépítsék az oktatási módszertanba? Persze mindenképpen van a pályázatban egy utókövetés. Nagyon komoly feladatunk az, hogy megfelelő beszámolókat készítsünk az elért eredményeinkről, illetve bármilyen eszmei értéket sikerül létrehoznunk, legyen az akár egy jó gyakorlat átvétele, vagy akár egy társasjáték létrehozása. Ezeket nekünk kötelességünk utána feltölteni egy közösen, tehát a projektországok által közösen létrehozott honlapra, és azt mindenki számára ingyenesen elérhetővé tenni. Tehát ez pont feladat, igen. Hány pedagógust és hány gyereket fog érinteni ez a program, akik lehetőséget kapnak arra, hogy külföldre utazhassanak? Ahogyan én próbáltam számolni, körülbelül 14-15 pedagógus az, aki tud utazni a 24 hónap során. Nem csak nyelvszakosokról van szó, Nem. Tehát megpróbáljuk, tehát nyilván minden egyes utazásnál muszáj, hogy nyelvszakos menjen. Nyilván Mónika a programnak a magyarországi, vagy ami a koordinátora. Így van, tehát ő mindig fog utazni, és mellé mindig nyilván valaki, de nem is bírnák, 6 nyelvszakos kolléganőnk van. Tehát az iskolában is kell dolgozniuk, tehát megpróbálunk olyan kollégákat, akik fogékonyak erre,
és esetleg valamilyen szinten angolul is tudnak kommunikálni. De egyébként szerintem ez nekik is nagyon jó fejlődési lehetőség lesz. Igen, a gyerekeket reméljük, hogy sikerül legalább 30 diákot megmozgatni, de azt fontos kiemelni, hogy nem csak ez a 30 diák fog részt venni a programokban, hiszen az itthoni előkészítő feladatok során sokkal többnek kell készülni, illetve nem csak az utazások során lesznek találkozások, hanem videokonferenciákon is. Ezzel fogunk egyébként jövő hét hétfőn kezdeni az egyik programban. Videokonferenciákon is találkozunk a külföldiekkel. És hát ezt amikor fogadóként fogják a... Hát az, ahol mi vagyunk a koordinátorok, abban a programban itt kezdődik nálunk a pályázatnak a megvalósítása. Én nagyon jó munkát és sok sikert kívánok el. Szívesen beszámolunk majd a program végén az eredményekről. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak. Köszönöm szépen. Köszönöm.